Maga nézi a VB-t? Szoktam, igen. Nézi a foci VB-t? Nem. És a magyar válogatottról mi a véleménye? Hűha, ez egy rövid interjú, erről hosszan tudnék beszélni. Nem megfelelő a menedzsment, emiatt az a kis tehetség, ami bennük van, az sem jön ki. Hát, nagyon szurkolok nekik mindig. Nem tudom, hogy mit lehetne még ott fejleszteni, hogy kicsit jobbak legyenek, és kicsit jobb eredményeket érjenek el. Ön mit gondol a magyar válogatottról? Hát jót nem tudok róluk mondani. Eddig nem látom semmi eredményüket. És mi a véleménye a magyar válogatottról? Hát... Miért nem jutottak ki? Mert nem jók. Mert nem érdemelte meg. És mi a véleményed a magyarokról? Ez szar. Hát egy időben jól szerepelt. Minősíthetetlen. Hát most nem olyan jók. Én abban vagyok érdekelt, hogy az unokáim tudjanak sportolni, nem az élsportban. Az a baj velük szerintem, hogy az alapok hiányoznak nekik. Annyit tudok róla, hogy Zsuzsák Balázs. Ennyi. Nekem az, hogy nem értem, hogy miért nem sikerül összerakni egy olyan csapatot, mert mindenki focizik, mindenki ért a focihoz. Nem tudom, hogy mit csinálnak rosszul. Lehetne jobb is, és reméljük, hogy a következő ilyen világeseményre ki fognak jutni. Szintén. Igen. Hát kis restaurálásra szorul. Nincs véleményem. Nem szeretnék véleményt nyilvánítani, inkább ezt mondom. Jó? Hát ezt most hadd nem mondjam, csapnivaló az a film a jelző még. Hát sajnos megint nem jutottak ki, jó lett volna pedig. Nincs véleményem, mert nincs is magyar válogatott. Mit gondol a magyar válogatottról? Nagyon jó kők is. Főleg a Fradi. Köszönjük. Köszönjük.